Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Bonyhádi Zeneiskolában minden szünidő végén zenei tábort szerveznek az ifjú növendékeknek. Ide olyan fiatalok jöhetnek, akik zongorán játszanak, és szívesen fejlesztik a tudásukat az iskolai kereteken túl is. Az ország számos városából érkeztek gyerekek, volt, aki először vett részt a programon, és volt olyan fiatal is, aki évek óta visszajár ide. Ebben pedig nagy szerepe van a két pedagógusnak is, akik az egy hét alatt foglalkoztak a diákokkal. Már harmadik éve jöttem ebbe a táborba, és azért járok ide most már vissza, mert a tanárok Elmauer József és Körösné Belák Erzsébet szerintem az ország legjobb tanárai, és egy öröm részt venni az órájukon. Ebben a táborban azokat a darabokat feldolgozhatjuk, amiket nyáron én egyedül megtanultam, ők pedig tökéletesítik, és ezért sokkal jobb lesz utána. Pap Jakab Budapestről érkezett, és először vett részt a táborban. Én 8 éve zongorázom, és igazából én azért kezdtem el zongorázni, mert a családban nálunk nagyon sokan zongoráznak. A nővérem zongorázott 6 évig, anyukám zongoristának készült, nagynéném zongoratanár, és én is szerettem volna zongorát tanulni. De most jöttem először, én februárban ismerkedtem meg Erzsinénivel, és attól fogva lenyűgözött engem a tanítása. Erzsné meg Elmauer tanár úr a Szent István konzervatóriumban tanítanak Budapesten, és én idén szeptembertől oda fogok járni, és így az ismeretség velük, és ezáltal a táborral is. Az 5 napos ottalvos tábor alatt 2 zenepedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Elmauer József, aki annak idején még diákként vett részt ezen az eseményen, most már mint tanító foglalkozik a növendékekkel. Azt mondja, hogy ő sokszorosan inspirálódik ebben a közegben, hiszen sok évvel ezelőtt ezek között a falak között kapta az első zongora leckéjét, ismeri az itteni hangszereket, a hely atmoszféráját. És ezeken a zongorákon én nem számolom, de szerintem 23-4 évvel később taníthatok és formálhatok más gyerekeket. Ez számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy nagyon nagy boldogság. És az inspirációt nem csak az ismert hangszerek és az ismert környezet adja, meg nem csak az, hogy én ide úgy érzem, hogy hazajövök, hanem az, hogy a egykori tanárom, akinél én Budapesten tanultam, és aki az én időmben, amíg én nála tanultam, akkor kezdett el itt Bonyhádon nyaranta kurzust tartani, és még diákként csöppentem bele ebbe, az elmondhatatlanul megtisztelő, hogy megkért engem tavaly, hogy segítsek, és jöjjek vele, és én is foglalkozzam ezekkel a gyerekekkel. Mert egyrészt kivételes, amit tőle én is tanultam, amit a tanításról általa megtanultam, és az is kivételes, amilyen gyerekekkel itt találkozunk. Nagyjából ugyanaz a feladatkörünk, azért kollégám már jártas a táborozásban, úgyhogy ő éjszaka szerintem jobban tudja a gyerekek, jobban tud éjszaka a gyerekekkel bánni. Én napközben ugyanúgy tanítok, ahogy ő, ugyanúgy részt veszek én is a különböző foglalkozáson, idén először aktivitiztem életemben, úgyhogy még én is fejlődök, a mutogatásban biztosan, hogy hogyan kell elmutogatni dolgokat. Én azt gondolom, hogy hasonló a feladatkörünk, és nincs is nagyon lefektetve a szabály. Elkapunk egy-két gyereket, akik szeretnének, és őket tanítjuk, és ez szerintem így jó. Nekünk biztosan, és én azt veszem észre, hogy a gyerekeknek is. Körösné Belák Erzsébet 13 évvel ezelőtt álmodta meg a zenei tábort, azóta minden évben a nyári szünet utolsó hetében rendezik meg az 5 napos programot. Azt mondja, azért Bonyhádon, mert ez az adottság, amit a zeneiskola és a hozzá kapcsolódó kollégium kínál, egyedülálló az országban. Mind az iskolának a hangszerparkja, a megközelíthetősége, a fekvése, a tanárok toleranciája, a kollégák befogadó szeretete, az mind azt ajánlja, hogy itt legyen ez a tábor. És hát a másik, ami ide köt Bonyhádhoz, hogy én ennek a zeneiskolának már 5 növendékét taníthattam, és jutottak be mind az 5-en a Zeneakadémiára, és most már kollégáim is külföldön is vannak. Úgyhogy ez olyan nekem, mint ha hazajönnék egy olyan otthonba, ahhoz sikeresen töltöttem el néhány évet. Én igyekszem pluszt adni a gyerekeknek, de a plusz az nekem jön be. Tehát az, hogy egy gyerekkel olyan mélységig jutok el emberi módon, hogy látja, hogy én hogy megyek reggelizni, hogy öltözöm fel, hogy kapcsolódunk a napba, hogy tervezzük meg közösen a napot, ő mit tesz hozzá nekem. Az a figyelem, hogy Erzsinén ívott elég vizet, vigyem a táskáját, akkor most máma átvesszük még egyszer.
ez egy olyan plusz, ez egy olyan adomány, hogy ezen felül van a zongora óra, amit én örömmel adok. A programokat nyilván ez a tábor az is, abban is plusz számomra is, és remélem a gyerekeknek is, hogy az iskolarendszerben lezajló steril zongora órák, a leülök, meghallgatom, hozzászólokon kívül, a civil énjüket is megismerhetem, és én is örömmel engedem közel őket az én civil énemhez, és ez nekem búsásan kamatozik, mert aztán az iskolai időben is ugyanazzal a bizalommal ez az emléke úgy benne van, hogy hát Erzsi nénivel aktivitiztünk, akkor mi lehet, ha megkérdezem. Ez nagyon nagy plusz. Rengeteg visszajáró gyerek van, tehát most, akivel éppen beszélgetett, a nagyfiú ő sokat szorjon, azt hiszem el is mondta a riportban, a kicsi szőkelány most van először, és hát nyilván az ember a végén, mert hogy a végén vagyunk, megkérdezi, hogy jössz-e újra, és azt mondták, kérdeztem, mit mondtál a szüleidnek, tetszett? Azt mondta, hogy persze, mert még végül jövőre nem jöhetek. Tehát úgy érzem, hogy akik egyszer voltak, azok visszajárnak. A zongoraleckéken túl más programok is tarkítják a tábori napokat. 13 év alatt kiderült, hogy 5 napban a világot nem tudom megváltani. Úgyhogy felmértem hogy a gyerekekkel, hogy mit szeretnek. Nagyon szeretnek olyan játékot, amiben engem és a kollégát bevonhatják. Az izgalmas, hogy na most a Erzsi néni hogy mutogatja el, hogy Jaffa szörf, nem tudom. Úgyhogy az Activity az egy bevett egyestés, vagy akár kétestés program. Nagyon szeretjük a termálfürdőt, de az idén sajnos az idő elmosta a termálfürdői lehetőséget, és mindig adok arra, hogy a zongorán kívül a zenét valahogy szélesebben lássuk, és hozok valami különleges DVD-t, vagy valami olyan operafilmet, ami hozzájuk közel áll. Most éppen a Varázsfúvolát néztük meg, a Bergman-féle változatot. Tavaly néztünk Cecilia Bartoli áriákat, tehát valami olyat, ami a számukra befogadható. Az utolsó napon egy koncert keretein belül búcsúztatták el a gyerekek a nyári zenei tábort, remélve, hogy jövőre ugyanitt találkoznak szeretett tanáraikkal és társaikkal.